Alumínium és nátrium-hidroxid reakcióját fogjuk megvizsgálni. Az alumínium forgát helyett alufólia darabokat használunk, ez minden háztartásban megtalálható, és hát tudjuk, hogy nagyon vékony, hengerelt alumínium fóliából áll. Az alufólia darabokra egy kevés nátrium-hidroxidot öntünk. Nátrium-hidroxid hatására figyeljük meg, hogy az alufólia felülete hogyan változik, és nézzük meg, hogy már is apró buborékok keletkeztek az alumínium fólia felületén. Vagyis az alumínium a nátrium-hidroxiddal gázfejlődés közben reagál. Ez a gáz, ez nem más, mint a hidrogéngáz. Erre a reakcióra csak az amfoter fémek képesek. Az alumínium tehát egy amfoter tulajdonságú fém, ami azt jelenti, hogy savakkal is és lugokkal is reakcióba lép. Ha a hidrogén fejlődés elég heves, akkor ki is tudjuk mutatni durranógáz próbával. Várunk egy kicsit, és megkíséreljük ezt a durranógáz próbát elvégezni. Látjuk, hogy egyre hevesebb a gázfejlődés, az alumínium tehát nagyon heves reakcióba lépett a nátriumhidroxiddal. Közben pedig nátrium tetrahidroxo aluminát keletkezik, és ez a komplex képződés az, amely segíti az alumínium hidroxid vízben való oldódását. A durranógáz próba égőgyújtópálcával történik, és a hidrogén és oxigén keverékéből adódó durranógáz robbanását fogjuk hallani, amennyiben van elegendő hidrogénünk. Hidrogént kimutattuk, tehát valóban hidrogéngáz fejlődött az alumínium és nátrium-hidroxid reakciója során.